Újra választott a pártelnöknek Orbán Viktort a Fidesz tisztóító kongresszusa. A miniszterelnök arról beszélt, hogy a Fidesz rendezett állapotban van, és hogy az igazán nagy dolgok most jönnek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy megegyezésre kell jutni Európa két fele között, de ennek feltételei vannak, például az, hogy a magyaroknak joguk van a keresztény szabadság szerint élni. Orbán Viktor hozzátette, hogy Magyarország már nem egyedül áll az európai közvetítésben. A Fidesz elnökévé 1406 szavazattal megválasztott Orbán Viktort gratulálunk. Így jelentették be a Fidesz tisztúító kongresszusán, hogy újra választották Orbán Viktor miniszterelnököt a nagyobbik kormánypárt elnökévé. Megtisztelő, az ország legnagyobb, legerősebb, egyetlen kormányképes pártjának elnökévé választottatok. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a Fidesz rendezett állapotban van, jól halad a generációváltás, és hogy az igazán nagy dolgok most jönnek. Azt mondta, megegyezésre kell jutni Európa két fele között, de ennek világos feltételei vannak. Például az, hogy nekünk jogunk van a keresztény szabadság törvényei szerint berendezni az életünket. A keresztény szabadság a politikában nem valami elvont dolog. Nagyon is konkrét, érthető és kézzelfogható. Világpolgárság helyett hazafiak. Internacionalizmus helyett hazaszeretet. Azonos neműek kapcsolatának propagálása helyett házasság és család. Drogliberalizáció helyett gyermekeink védelme. Migráció helyett határvédelem. A kormányfő azt is mondta, a következő évtizedben döntő harc folyik majd Magyarország szuverenitásáért, de mint fogalmazott, már nem egyedül állunk a küzdőtéren. Hanem egy tekintélyes hadoszlop tagjaként. Lengyelek, csehek, szlovákok, magyarok, remélem ma estétől az osztrákok újra, és csak idő kérdése, hogy az olasz szabadság is újra zászlót bontson, s utánuk több is jön talán. A miniszterelnök kiemelte, ezek azok az országok, amelyek nem brüsszeli birodalmat, hanem az Európai Nemzetek Szövetségét akarják. Ezért, mint fogalmazott, nem vagyunk hajlandóak többé európai pénzből finanszírozni a velünk szemben ellenséges, sorosféle álcivil szervezetek garmadáját. Egy ideig úgy tűnhetett, hogy az ellenzék elásta a belső harcok csatabárgyát. Az elmúlt két nap óta azonban a vak is látja, hogy valójában inkább egymást ásnák el. Azt is mondhatnánk, hogy a jó zuglói szocialista párját ritkítja. Sokan látják úgy, hogy szerencsés a csillagok állása, mondta a miniszterelnök az önkormányzati választások kapcsán. Elmegy a szocialista polgármester jelölt a feleségével szavazni. Este eredményhirdetés, az MSZP jelöltnek 3 szavazat, mire az asszony: Józsi, neked van valakid. Orbán Viktor ugyanakkor arra kért mindenkit, hogy semmit ne bízzanak a szerencsére. A leckét ismerjük és megfizettük az árát, tette hozzá, hangsúlyozva, hogy ha nem dolgozunk napestig és körömszakadtáig, soha nem leszünk sikeresek. Mindenkit fel kell keresnünk, mindenkihez el kell mennünk és mindenkit el kell vinnünk szavazni. Mondta, kiemelve, ismeritek a törvényt, a kommunisták mind ott lesznek, legyünk ott mi is. Nagy győzelmet arathatunk, és az igazság az, hogy meg is érdemlitek ezt a nagy győzelmet. Megérdemlitek, mert ti voltatok azok, akik ott helyben, a faluitokban és a városaitokban megismertettétek az emberekkel a büszkeség és a célkitűzés bátorságának érzését. Láthatjátok, ez az érzés felemelő. Ez a legtöbb, amit egy kormányzó párt adhat az embereknek. Egy jó döntéssel felemelhetsz egy várost, egy gazdasági ágazatot, az emberek egyik vagy másik csoportját. De ha visszaadod egy ország önbecsülését és visszaadod a célkitűzéshez szükséges lelki és képzelőerőt, akkor mindenkit, egy egész nemzetet emelhetsz fel egyszerre, tette hozzá. A kongresszus résztvevőihez szólva hangsúlyozta, ti éppen ezt tettétek meg, legyetek büszkék arra, hogy ti voltatok, akik ezt Magyarországon megtették. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország a következő évtizedben végleg maga mögött hagyja a szegénységet. Lesz mindenkinek munkája, otthona és tisztességes időskora. Beszédét a miniszterelnök pártelnök a szokásos fordulattal zárta. Magyarország mindenek előtt, a jóisten mindannyiunk fölött. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!